A nyíregyházi művésztelep legidősebb és egyik legtapasztaltabb alkotója közel 90 éves. Az erdélyi férfi Aurél Tent egyik nyíregyházi művésztársáról készít festményt, mögötte a magtár, ahol két izerlóni művész alkot. Különböző stílusok és különböző nemzetek találkozó helye most a Szabolcsi megye székhely. Ennél közvetlenebbül, mint művészek egymás között beszélgetve, megismerve egymás országát, egymás hagyományait, egymás nyelvét, ennél közvetlenebbül nem igazán tud két nép találkozni, mint egy-egy ilyen alkotótelepen. Tehát nem csak szakmai kérdésekre gondolok, amikor egy-egy festőtechnikát vagy ábrázolási módot megosztanak egymással, hogy te hogy csinálod, én hogy csinálom, hanem valóban igazán mélyen tud két nemzet találkozni. Tehát egy nagyon fontosnak tart. A művésztelep központja a Sóstói Múzeumfalu, így csend és falusi környezet ihleti napról napra az alkotókat. A nyugalom az, ami itt uralkodik, és ezt nem is bánjuk, mert tényleg így a város zajától távol vagyunk, és így nyugodtan tudunk alkotni. De grafikus vagyok, úgyhogy inkább tussal dolgozom, vagy ilyen akvarell színes ceruzákkal, igen, ezekkel is dolgozom, rajzolgatok, ilyesmi. Többiek festenek, vagy szobrászkodnak. A művészek alkotásait a nagy közönség is megtekintheti majd. A plener záró kiállítását május 18-án csütörtök délután a Váci Mihály Kulturális Központban nyitják meg.